Terjeszd a földön Jézus országodat, mindenek lássák a te jóságodat. A földön élők mind megismerjenek, és tiszteljenek. Minden veszélyben védelmezd meg minket, míg bevédezzük egykor életünket. Eljutunk innen dicsőség honába, a mennyországba. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt, az Atya jobbján van és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújjongással, énekeljetek áhítatos szép éneket. Mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt, az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted, és jobbodra ültetted, kérünk, ne hagyj minket vigasztalás nélkül, hanem küld el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, azt az ószövetségi szentigét, amit egyházunk mennybemenetel ünnepére felolvasásul kijelölt, megírva találjuk a Királyok első könyvének 8. fejezetében, a 22-től a 28. versig következőképpen. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram. Istenem, is hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a mennybe menetel ünnepére igehirdetés alapjául rendelt szentigét, megírva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében, a 16-tól a 18. versig következő. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult és így szólt hozzá héberül: Rabbuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki: felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta. Eddig a Szentige. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, egy épület az, amikor az ember megépíti, legyen az akár egy lakóház, vagy egy templom, mindenféleképpen egy kicsit az a vágy, vagy az a reménység van benne, még ha tudjuk is, hogy ez nem igaz, vagy nem így lesz, mintha az örökké valóságnak építenénk. Tehát amikor valaki fölépíti az első házát, volt olyan nemzedék, akiknek az úgy megadatott, volt egy olyan korszak, amikor Kalátkában, a 70-es években ilyen falvakban is, városokban is épültek egy házak, és akkor a család, barátok összefogtak és segítettek egymásnak, és akkor fölépültek. És hát azért az úgy nagy dolog, hogy valakinek saját kertes háza lehet. És akkor, amikor először mentek, beköltöztek, bepakolták a bútorokat, és leültek a konyhában meginni az áldomást, akkor valahogy egy kicsit azt érezték, hogy na most kezdődik valami, hát most befejeződött az építkezés, és ez valami egészen újnak a kezdete. És mint hogyha olyan, hogy nem is látnak a végét, hát ez most ki tudja, meddig erre nem lesz gond. És hát tudjuk, hogy milyen gyorsan elrepül az idő, és hát bizony épületeket nem az örökké valóságnak építünk. Egyrészt szükség van arra, hogy folyamatosan karban tartsuk, aztán van, amikor bővítik, van, amikor aztán viszonylag hamar lebontják, az ember sokszor nem is tudja előre, jobb, ha nem tudja előre, hogy mi következik. Hát ez a templom is, amiben itt most az Isten tiszteletet tartjuk, hát nagyon kalandos múlttal, történettel rendelkezik. Ugye tudjuk, mindig el szoktuk mondani, hogyha valakinek ismertetjük a templom történetét, hogy ez volt valamikor a török időkben az akasztódom, és akkor a türelmi rendelet, ami lehetővé tette, hogy protestánsok is építsenek templomot, az olyan lehetetlen feltételeket szabott, vagy pedig nagyon rossz helyen biztosítottak telket, Celdöbölkö például egy mocsaras hely volt, amit fel kellett tölteni rengeteg munkával, rengeteg befektetéssel. Megszabták, hogy milyen vastagnak kell lenni a falának, hogy minél drágább legyen, és minél nagyobb megterhelés jelentsen az építőknek. Hát valahogy ez így Balassagyarmaton is fölépült ez a templom, ugye akkor nem volt még tornya, aztán hogy hányszor történt különféle tragédia, leégett, aztán még itt ugye a második világháborúban ilyen gránátbecsapódás is volt, ennek a nyomai is látszanak még a régi oltárképen, és hát ugye nagyon sok mindent el lehetne mondani róla, hogy mi minden van. És hát most itt vagyunk vele, és hát örülünk, hogy tarthatjuk az Isten tiszteletet, éppen előtte beszélgettünk egyik testvérünkkel, hogy hát hál' Istennek, hogy esett az eső, és nem látunk beázást, és ez nagy dolog, hogy amikor fönt járt a padláson, nem látott, hogy valahol világított volna, tehát nincsenek rések. Nagy dolog, föllélegezhetünk, mert ugye nagyon-nagyon sokba kerül egy ilyen nagy épületnek akár csak a karbantartása, és hát felépíteni most már ezt nem tudná a gyülekezet, vagy legalábbis nagyon nagy áldozatok árán. Amire mostanában ugye az egyházzal kapcsolatban hát úgy látjuk, hogy nem annyira
van meg a lehetőség, a hajlandóság. Sokkal inkább, hát jó lenne valahonnan pénzt szerezni, pályázat, ilyen, olyan, olyan. Épületek. Salamon a jeruzsálemi templomot felépítette, ugye az Úr még az apjára Dávidnak tette azt az ígéretet, Dávid legalábbis ezt a vágyat hordozta a szívében, és mindent megtett, összehordott rengeteg építőanyagot, ami ugye tartós és elraktározható, mindent előkészített hozzá, de ugye az Úr azt is mondta neki, hogy te azért nem építetheted fel a templomot, az Úrházát, a szent helyet, mert hát a te életed az ugye azzal kellett, hogy állandóan háborúzni kellett, sok vért akad a kezedhez, és az lenne méltó, hogy az Úr hajléka az a békének a helye legyen. Ilyen borzalmas most hallani a híreket onnan a Szentföldről, hogy bombázzák, lövik egymást arabok és zsidók. De nagyon-nagyon tetszik nekem, tetszik, hát ha lehet ebben tetszeni, valakinek a véleménye, hogy itt nem izraeli arab konfliktusról van szó, hiszen mind a két oldalon ártatlan emberek az áldozatok, köztük gyerekek. Hanem vannak elkövetők, agresszorok és vannak áldozatok. De amikor arról beszélünk, hogy egyik oldal, másik oldal, akkor mindig arra kell gondolni, hogy emberek vannak csak. Vannak nézetek, vélemények, érdekek, vannak aztán vezetők, akik ülnek az irodáikban, és onnan döntik el, hogy most hova kell rakétát lőni. És aztán az el fog találni valakit, de nem őt, vagy a másik vezetőt, aki szintén egy irodából, kényelmes légkondicionált irodából dönti el, hogy most akkor nem engedünk a 21-ből, hanem embereket fog eltalálni, ártatlan embereket, gyerekeket, asszonyokat. És még a katonákat talál el, és ők is emberek. És a katonák, akik megnyomják a gombot, vagy elindítják a rakétát, vagy éppen bombáznak, parancsot teljesítenek, és el tudom képzelni, hogy valószínűleg ők is borzalmasan érezhetik magukat. Tehát most nem lehet szó nélkül elmenni emellett, hogy igen, örökké valóság. Úristen, az a templom, amiért Salamon akkor imádkozott, ugye az Ószövetség igéket, amit felolvastam a Salamonnak a templom szentelési imádságából való, akkor ő is egy kicsit úgy érezhette, hogy most egy nagy korszak befejeződött, Dávid, az én apám, megalapított egy nagy birodalmat, amit én megörököltem, és én igyekszem ezt jól vezetni, jól kormányozni, megkaptam azt a csodálatos lehetőséget, hogy felépíthettem a templomot, és most itt állok előtte, és hálát adok Istennek, új korszak kezdődik, mintha csak az örökké valóságát építettem volna ezt a templomot. Uram, hallgass meg imádságomat! És aztán ugye az is benne van, hogy hallgass meg azok imádságát, akik idejönnek, és ezen a helyen téged megszólítanak, még a pogányok imádságát is. Szóval gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Aztán ezt a templomot hányszor lerombolták a történelem során? Porig. Ugye Jézus is mondja, hogy kőkövön nem marad. Aki esetleg tegnapi bibliaórát figyelte, ott is szó volt erről a templomról, a kövekről. És akkor most a testünk temploma, azt megről, hogy tudjuk, hogy nem az örökké valóságnak készült, megszületünk és meghalunk. És ez egészen jól kiszámítható, jól belátható, jól körülhatárolható idő. 70-80 év, vagy valakinek egy kicsit több is megadott. Ez egy jól behatárolt idő, tudjuk, hogy eddig tart. És mégis valahogy házat is, templomat is mindent úgy építünk, mint az örökké valóságnak építenénk. Úgy próbálunk berendezkedni itt a Földön, a munkánk, a családunk, a baráti körünk, az életkörülményeink, mindaz, amit teszünk, minthogyha az örökké valóságnak építenénk. És persze jó, hogyha ezt abban az értelemben teszik, hogy Luther, a neki tulajdonított mondat van, amit persze már sokszor cáfoltak, hogy biztos talán nem is mondta, bár ki tudja, hogy abban a sok könyvben egyáltalán le van-e írva, éppen mondhatta is, hogy ha megkérdezték tőle, mit tenne, ha tudná, hogy holnap lesz az utolsó ítélet, vége lesz a világnak, akkor azt mondta, hogy ma még elültetne egy fát. Ilyen értelemben jó. Utolsó pillanatig, utolsó levegőnkig azt tesszük, aminek úgy tűnik, hogy értelme van. De annak tudatában lenni, hogy semmi nem tart örökké. Jézus a mennybe ment, nagyon rövid földi
pályafutás volt az övé, néhány év volt mindössze, amit a tanítványaival töltött. Evangélium tanúsága szerint ez lehetett egy, vagy lehetett három is, de ez nagyon-nagyon rövid idő. Csak belegondolunk, egy év volt, amióta tart ez a maszkos korszak, és úgy elrepült, mintha nem is történt volna semmi. Hát Jézus is ennyi időt töltött a tanítványaival. Vagy ha háromat, akkor három év is nagyon rövid. Arra sem nagyon volt idő, hogy Isten igazából megismerjék egymást. Látták, tudták, hogy nem hétköznapi ember, betegeket gyógyít, vizen jár, megszaporítja a kenyeret, és hát a tanítása, ami miatt követték őt leginkább, amit hallgattak, a vigasztaló, bátorító beszéd az Isten szeretetéről, irgalmáról, meg arról, hogy azért talán mégsem csak ez a földi lét az, ami adatott nekünk, hanem van valami több. Aztán mégis, amikor oda került a sor, hogy Jézus ott a Getsemáné kertben a ellenségei kezére került, és aztán elvitték, elítélték, keresztre feszítették, nagyon-nagyon összezavarodtak ezek a tanítványok. Nem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Nekik is megvoltak a várakozásaik, a reménységeik. Ahogyan az apostolok cselekedetéről írott könyvnek az elején olvassuk, hogy amikor Jézus már megjelenik nekik, és hát éppen a mennybe menetel előtt, még utolsó szavakkal bátorítja őket, akkor is még mindig buta kérdéseik vannak. Uram, ezekben a napokban állítod a helyre a királyságot Izraelben? Dávid leomlott sátorát? Hogy most nem csak a templom áll, hanem most már akkor a Dávidnak a királysága is újra állni fog, hiszen te vagy ugye a megígért messiás, a dávidi utód, akkor most... És akkor nagyon nem értitek, hogy miről van szó. Egész más. Visszamegy az atyához a mennybe, és arra akar megtanítani minket, hogy itt minden ideiglenes. Mindaz, ami olyan fontosnak tűnik, meg amire annyit időt, figyelmet vesztegetünk, az mind elmúlik, semmi nem fontos. És készüljetek arra, hogy ahogyan engem láttatok a mennybe menni, az Isten titeket is úgy akar magához venni. Igen, az, ahogy a hitvallásban mondjuk, Jézus vissza fog térni, ítéletet tartani minden ember fölött. És az a hitünk is, hogy akik benne bízunk, minket magához vesz. És akkor ott már nem kell többé semmi miatt aggódnunk. Falak, beázás, jövő, gyerekiskoláztatása, megélhetés, oltás, maszk, járvány, háború. Nem lesz többé ilyen. Hanem ott az ő örökké valóságában lehet. És ezt az ismeretet, ezt a tudást, ezt a bizonyosságot itt és most adja át nekünk. És azt bízza ránk, hogy ezt éljük meg, és éljünk ennek a tudatában. Hogy nézzünk mindenre, akár a kezünk munkája, akár más embereké, akár a világban bármi, tudjuk mindig azt, hogy ez minden csak mulandó, minden ideig való. És azt várjuk, hogy majd amikor Jézus megjelenik, vele együtt mi is az atyához mehessünk. És az egész életünk, mert persze közben itt végezzük a munkánkat, a feladatainkat, de közben állandóan ott van bennünk az a tudat, vagy ott kellene, hogy legyen az a tudat, hogy hová tartozom én valójában. Rábízta a tanítványaira, és hát ugye most, ha valakit megkérdezinek, hogy az egyház hogy is jött létre, vagy hogy alakult meg, vagy hogyan kezdődött, akkor ugye mindenki mondaná, hogy a 12 tanítvány. Péter volt az első, kit követett András, Jakabján, stb. Akiket lehet ábrázolni ilyen nagyon szép középkori gótikus templomoknak az üvegfalain, vagy a üvegablakain, mozaikok, látjuk az attribútumaikat, Péternek a kulcs és a többi, felismerjük az apostolokat, szakállas, komoly arcú férfiak. Ahogyan a papok is ugye komoly férfiak, a püspökök is komoly férfiak, és a világvezetői is mind komoly férfiak, és itt kezdődött az egyház. És hát mi kis báránykák itt hallgatjuk most is ezt a rettenetesen okos tiszteletben urat. Pedig hogy kezdődött el ez a hír? Találkozik Máriával a feltámadott Jézus ott a temető. Körülbelül olyas
olyasmi, mintha megkocogtatná a vállát. Hogy figyelj, ne ott keressél, az ott az már üres. Aranyosak vagytok, hogy hozzátok ezt a kis kenceficét, meg egyebek, hogy meg akartátok csinálni, amit egyébként szoktak ilyenkor az emberek, de nem kell. Erre már nincs szükség. Megtörtént ez a megkenetés már korábban. Akkor sokan meg is botránkoztak rajta, hogy mire való kenetek ez a pazarlás. Ugye, amikor Jézus megkeni a bűnös asszony. Előre megkente testemet a temetésre. De akkor, mikor a sírban voltak, már nem kellett őt megkenni. Mert már nincs ott. Mária, itt vagyok. Nem Péter, a komoly szakállas, András, vagy János, vagy a többiek, hanem Mária. Akiről azt gondolnánk, hogy ő csak úgy ül a templomban, vagy a hátsó padban, vagy egyébként az Isten tisztelet előtt rendezgeti az oltáron a virágokat, vagy nem szól, mert az asszonyoknak hallgassa neve a gyülekezetben, ugye Pál apostol is megírta. Nem, Mária az első, akivel találkozik a temetőben. Aki halott volt, de most már él, mert feltámad. Mária, nem ott vagyok, itt vagyok. Oké. Nem kell ölelkezni most, megyek az atyához, de nektek itt most nagyon fontos dolgotok van ebben a világban. Nem mondja, de hát ez a tény. Te vagy az első, aki ennek a tanúja. És az a dolgot, hogy mondd el a többieknek. Eltelt azóta pár ezer év, és most is itt vagyunk, és sokan úgy gondoljuk, hogy talán az a dolgunk csak, hogy beüljünk a templomba, meghallgassuk a szép prédikációt, bár annyira azért nem szép, mert hosszú is mostanában már egy kicsit. Ráadásul végig se énekeltük az éneket, pedig azért az milyen szép is lett volna. Aztán hazamegyünk. Nem, azt mondja Jézus, hogy menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Jézus már sok ideje a mennyben van, és egyre közelebb van az, amikor vissza fog jönni. Azóta sem mondott mást. Ugye, mint az öreg székeny, akkor kérdezi a feleséget, hogy szerezte még engem? Egyszer mondtam, ha majd változás lesz, szól. Hát nem mondta Jézus, hogy ne mondjuk, és ne hirdessük. Menjetek el, mondjátok meg, hogy Jézus feltámadt és él, a mennyben van, és vissza fog jönni ítéletet tartani. Szép, hogy én ezért fizetést kapok, hogy ezt megtegyem, de az én munkám az, hogy erre ösztönözzem és biztassam a kedves testvéreket, hogy töltsük be a hivatásunkat ebben a világban. Hirdessük ebben a háborús, szomorú, járványos világban, hogy az Isten tudja a dolgát, nem feledkezett meg rólunk, önmagát áldozta értünk, meghalt, feltámadt, él, uralkodik, és eljön ítéletet tartani nem sokára. A latin ite vissza ezt, ugye, küldetésetek van, menjetek, menjetek. Amikor a vége van a misének, szokták néha az evangélikus istentiszteletet is misének mondani, küldetés, menjetek. Mikor kimegyünk a templomból, akkor nem azzal megyünk ki, hogy most akkor jó, itt a vége, mintha mi se történt volna, hanem azzal megyünk ki, hogy kaptunk egy küldetést. Menjünk el és hirdessük. Mondjátok el. Jézus a mennyben van, vissza fog jönni, ítéletet tartani. És véget vet a háborúknak, a járványoknak, a szomorúságnak, halálnak, gyásznak, fájdalomnak, aggodalmaskodásnak. Nem lesznek többé ember által alkotott épületek sem, mert nem lesz rájuk szükség, hanem Isten lesz minden mindenekben, és mi az ő jelenében, az ő örökké valóságában lehetünk. Időzzünk már most is itt, és éljük azt szerint, mint akik ezt tudjuk is. Imádkozzunk.
Mindenható örök Isten, áldunk, hogy közben járunk át tetted egyszülött fiadat, valóságos ember, aki együtt érez velünk, valóságos Istent, aki ismeri atyai szándékaidat. Add, hogy szavára hallgatva cselekedjünk akaratodat, és nevében imádkozva elérjük atyai szívedet ő általal, akinek nevében és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te reád, és adjon neked békességet. Amen. Mind elvégezted, Jézusunk, mit atyadra bízott, menj föl, Uralnak korolunk, tanúid elhívott. Itt választhatnál követül, hogy hirdesd országot, ránk gyöngeségünk nehezül, de